Idén Szabadkára összesen 4500 védőoltás érkezett. Ez az A-típusú influenzának két fajtájától, a H1N1 és a H3N2 A-típustól, valamint a B-típusú influenzától véd. Ma elkezdődött az influenza elleni védőoltások időszaka. Mielőtt eldöntenénk, hogy felvesszük a védőoltást, avagy sem, kérjük ki kezelő orvosunk véleményét. Az egészségházakban várakozók közül van, aki nem tartja fontosnak, hogy felvegye a védőoltást. A gyerek számára biztos, hogy fontosnak tartom, de felnőtt számára is mindenkinek a saját döntése. Ön fel szokta venni, értesül a védőoltásra? Nem szoktam felvenni. És ennek mi az oka? Nem tudom, sosem nem... Nincs konkrét oka, lényegibe véve. Sosem nem gondolkoztam róla, hogy föl kellene vennem. Akadnak olyanok, akik a nem megfelelő információk miatt hiszik azt, hogy nem szabad felvenniük a védőoltásokat. Prima lassam ranije, sad ne primam, jel imam asmu, i onda mi utiče na asmu. Ranije sam uvijek primala, sad ne mogu. A szakemberek pont az ellenkezőjére figyelmeztetnek. Ha valakinek van valamilyen krónikus betegség, akkor neki szükséges felvenni védőoltás, influenza elleni védőoltás minden évben. Tehát elsősorban, ha valakinek van valamilyen tüdőbetegsége, mint bronkitis vagy aszma, neki nagyon jó felvenni ezt a védőoltást, mert ha már valakinek van valamilyen krónikus betegség, és plusz megkapja egy fertőző betegséget, akkor mindig az a fertőző betegség súlyosabb, és bír kerülni kórházba. A Szabadkai Egészségház 5-ös számú rendelőjében már délelőtt 10 óráig 28 személynek is beadták a védőoltást. A védőoltások fontosságáról beszéltek nekünk a páciensek. A preventíver balesti, zbog balesti svega. És tam mislite ono neko se ne vakciniše? Pa, ja mislim ipak bolje da se vakciniše, ipak ima zaštitu. Ja već 17 godina stalno primam, od 99. sam počeo i nikad od tada nisam imao grip, ništa. Az influenza elleni védőoltást az érintetteknek minden év októberében ajánlatos felvenni. A szabadkai egészségházakban mától minden munkanapon délelőtt 10-től 12 óráig, délután 16-tól 17 óráig várják a pácienseket.